Nagyon egyszerű, illetve talán az illik jobban hozzá, hogy ilyen szegényes ételt fogok csinálni, mégpedig kukorica kását tekerünk szalonnába. Ugye ez régen, még gyerekkoromban, hát ugye mikor a háború volt, bizony ez nagyon kelendő étel volt, a kukoricából készült ételek. Ugye csináltunk belőle kukoricamálét, kukoricakását, és ezt aludteljel ettük, meg hát több mindent kukoricakásával, mert ugye ősszel 44-ben nem lehetett vetni a buzát a háború miatt, és buzaliszt nagyon kevésnek volt. És akkor ezt így a szülők kitalálták, hogy körülbelül mit lehet belőle, és nagyon jó dolgokat lehetett csinálni. Később, mikor már lehetett disznókat hizdalni, és volt szalonna, meg minden, hát ugye ízesíteni fejlődött akkor is azért a tudomány, és akkor mindig valakinek eszébe jutott valami újabb dolog, és akkor azt csinálta. 6 személyre 30 deka kukoricadara, 1 liter víz és 1 kanál vajjal a vizet fölforraljuk, és akkor beleöntjük a kukoricadarat, és állandóan keverni kell, és úgy megfőzni, ugye, hát azért kell keverni, ugye, mert ez könnyen leégne. És amikor már ez megfőtt, akkor teszünk bele egy pici borsot, egy kis sót, elkeverjük vele, és akkor hagyjuk kihűlni, hát nem egészen hidegre, de jó langyosra, hogy lehessen belőle ilyen kis rudakat csinálni, 2-3 centi átmérői gombócokat, úgy mondjam, és akkor betekerjük a szalonnába, és akkor ez ki van sütve olajon. Forgatni kell, mert tulajdonképpen ugye a kása az puha marad, és a szalonnának olyannal kell sülni, hogy az meg ne égjen, meg nyersse legyen, hanem hát finom. Ugye azt már az ember ránézéssel gyakorlatból tudja, hogy meddig kell sütni. Uborka saláta is jó hozzá, savanyú káposzta is, úgyhogy jó, laktató is, és hát kellemes ízű.